Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Mi várható február hónapban a Kos jegyében születetteknél? Ezt megnézzük ennél a jóslásnál. Ez egy általános kivetés, de megvan arra a lehetőség, hogy kért tőlem ezt a havi jóslást, akkor az személyes, passzol a te helyzetedre. A díjam az 4000 forint. És most megtekintjük azt, hogy mit mutatnak a kártyák. Ha te egy hölgy vagy, akkor itt vagy látható. Ez a férfi itt vagy jelenti a lelki társadat, vagy utal a férfiakra. Egy vonalban vagytok, az azt jelenti, hogy megvan a kapcsolat, az érdeklődés mindkét részről. Akkor is a más irányba tekintetek, de a kapcsolat az ott van. Itt a fejed fölött lévő kártyák utalnak a te gondolataidra, ha te egy hölgy vagy. Itt a medve jelenti az életerődet. Ezzel az erővel be tudod bizonyítani magadat. Sőt, itt lesz mozgás, előre mennek a dolgok. Ez az erő jelentheti a belső erődet is, a hitedet. Itt a gyermekek utalhatnak a gyermekekre, jelenthetik az ártatlanságodat, vagy jelentenek egy új kezdetet. Itt ez a csónak a háttérben szintén a mozgást jelenti, vagy a reményt, esetleg külföldi kapcsolatokat, utazásokat. Ez az utazás, ez az út lehet egy belső út és egy lelki kapcsolat. Ami ezt a férfit illeti, ezek a kártyák jelentik az ő gondolatait. Itt a horgony az azt jelenti, hogy mennyire fontos számára a biztonság érzete, ahol le tud horgonyozni. Ez jelentheti a párkapcsolatot, jelentheti az anyagiakat, vagy a munkát, a hivatást is. Itt a nap megvilágít bizonyos dolgokat, láthatóvá tesz valamit. Lesznek változások és komoly döntések, hiszen a kereszt azt jelenti, hogy ő eljut az élet útján most ehhez a kereszteződéshez, és elgondolkozik azon, hogyan tovább, milyen irányba. Tehát döntésekről lesz szó. És most megtekintjük az egyes heteket. Első hét február hónapban itt látható. Ez a kígyó. Jelentheti a megújulásokat, a változásokat, mint egy újjászületés. A kígyó jelenthet egészségügyi témákat is. Mivel itt van az erő, meg a mozgás, akkor lesz gyógyulás. Ez a kígyó lehet egy hölgy is, aki erőt ad számodra, de ez az erő, ez a medve jelentheti azt is, hogy ennek a nőnek szava van. Vagy előfordulhat az is, hogy megpróbál uralkodni feletted, parancsolgatni neked. Itt ez a lovas férfi jelenti a mozgást. Sőt, mindazt, ami mozog. Ez lehet sport, autó, kirándulás, változások. De lehet egy férfi is, aki közeledik hozzád. Esetleg ez a nő és ez a férfi összetartozik, ez lehet egy házas pár is, akik szeretnének téged meglátogatni, vagy lesz egy meghívás, itt a virágcsokor jelenthet egy kellemes meglepetést, vagy egy ajándékot is. Itt a koporsók azt jelentik, hogy ilyen csendes időszak volt, de ez elmúlik, hiszen az egerek eltávolítják a koporsót. Ott, ahol az egerek megjelennek, felfalnak valamit, és akkor az már nincs ott.
Ezután lesz itt majd mozgás, itt van hozzá az erő, a virágcsokor jelenti ezt a kellemes meglepetést, esetleg egy szép autó vásárlását, vagy azt, hogy megszépítesz otthon valamit. A nap megvilágít bizonyos dolgokat. A ház az jelentheti a te otthonodat, vagy a szülői házat, a rokonságot, és mivel a ház mellett itt van a koporsó, ez lehet egy örökösödési ügy is. Ebben az esetben kellemetlen dolgok érnek, hiszen az egerek utalhatnak veszteségre is. Második hét, február hónapban itt látható. Ez a torony jelentheti a korlátozásokat, vagy egy hivatalos dolgot, vagy egy bírósági ügyet. Itt van a hamisság a háttérben, tehát légy óvatos. Komoly döntésekről van szó, hiszen az utak azt jelentik, hogy vagy itt a hivatalos dolognál lesznek fontos döntések, vagy te hozol döntéseket, és el akarod távolítani a korlátozásokat és a hamisságokat. Ebben az esetben az egerek tudnak segíteni, hiszen az egerek egy vonalban vannak a hamissággal és a felhővel, tehát az egerek el tudják távolítani ezt a hamis személyt, és az egerek el tudják távolítani a felhőt is, valamit, ami átláthatatlannak tűnt eddig. Itt lesz egy új kezdet, a remény, külföldi kapcsolatok. Ez a kép jelenti a csillagokat, ami szerencsét hoz. Lesznek fontos döntések, vagy egy új irány. Itt a lélium virág azt jelenti, hogy tisztázódik valami. Ezzel a kulccsal le tudod zárni a hamisságot, a korlátozásokat. Egy időben lesz egy új irány, tisztázódnak a dolgok. A kulcs jelenti a nyitottságot, vagy hogy kinyílik egy új ajtó, ezek lehetnek lehetőségek. És itt a horgony jelentheti a munkát, a hivatást. Tehát lehet egy munkahelyi ajánlat, munkahelyi változások. Harmadik hét, február hónapban itt látható. Szerencsés fordulat, egy új kezdet. Itt voltak viták, veszekedések, nézeteltérések fél évvel ezelőtt. Jelenleg még átláthatatlan ez a helyzet, de lesznek új kapcsolatok. A kutya jelenthet új barátságokat is, vagy azt is jelentheti, hogy a félreértések azok a baráti körből jönnek. Itt ez a könyv már nyitott, utalhat a nyitottságra, ez a férfi nyitott lesz veled szemben, vagy a baráti körben lesz ez a nyitottság. Valaki visszatér hozzád a múltból. Akkor is, ha voltak itt nézeteltérések, ezek tisztázódnak, úgyhogy meg lehet beszélni ezeket a dolgokat, és a gyermek utalhat az ártatlanságra. Itt a kereszt jelentheti a hitedet, vagy találkozásokat, amikor a sors utak kereszteződnek, esetleg jelenthet döntéseket, hiszen elérkezel az élet utadon ehhez a kereszteződéshez, és elgondolkozol azon, hogyan tovább, milyen irányba. Itt a könyvnél lehet tudásról, továbbképzésről is szó, és a gyűrű, vagy a kapcsolatokat jelenti, vagy bizonyos szerződéseket. Utolsó hét, február hónapban itt látható, a szív jelenti a szerelmet, tehát itt lesz egy új kezdet. Ez a fa jelenti a biztonság érzetét, ahol le tudtok gyökerezni. Lesznek beszélgetések, egy jó hír, vagy szerződések. A halak jelentik az anyagiakat, vagy a belső értékeket, és ennél a férfinél lesznek változások, vagy megváltozik az ő hozzáállása, és másképp kezel téged, keresi a kapcsolatot, lesznek fontos beszélgetések,
és itt a fa szimbóluma jelenti a gyógyító erőt is. És ez volt a havi jóslás. Kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!